Stajko Szimone a vendégem. Jó estét! Jó estét kívánok! Egy futónő, aki tudja, hogy hány kilométert futott eddig? Megszámolta valaha? Igen. Mennyit? 200 000. 200 000 kilométer? Kilométer, igen. Borzasztó. 30 éve futott egy Európa csúcsot, az ma is érvényes. Igen, igen. Nyert, hát több mint 50 bajnoki címet, románt, magyart. Igen. Meg rengeteg maratont. Ez egy olyan műfaj, amit az ember élete végéig nem akar abba hagyni? Nem tud abba hagyni? Nem nagyon lehet abba hagyni. 10,5 évesen kezdtem. 36 éve futok, megállás nélkül. Későn kezdte, nem? Későn kezdtem, nem. Azt szokták mondani, hogy 10 évesen kezdeni a sportot, hát az már... Az atletika akkor kezdődik, mikor már 5-es vagy, akkor érdemes kezdeni atletizálni. És akkor kezdtem meg, és 36 év után se untam meg. Meg most is csinálok, de én úgy érzem, hogy most a Spar maraton, ez az utolsó maratonom, amelyet... Most vasárnap lesz. Vasárnap, igen. Ez az utolsó maraton? Amelyik elvárásaimnak megfelelően szeretnék teljesíteni. Magyarán meg akarja nyerni? Nem, az a munka, ami bennem van, szeretnék most, hogy kijöjjön. Lehet, hogy még indulok maratonon, de már nem várok el semmit magamtól. Ez egy tudatos döntés? El kell tudni dönteni, hogy elég? Igen. 2014-ben a maraton előtt úgy döntöttem, hogy akkor az lesz az utolsó maratonom, amelyik szakszerű munkából és rendes munkából szeretnék teljesíteni. És ami jön, ez habotortán. Hát így is volt, mert 2011 után én már nem tudtam így szakszerűen edzeni, de ugyanakkor ez a habotortán nagyon finom volt. 3 éve szárnyoltam. Most úgy döntöttem, hogy 2017-ben az a maraton lesz az utolsó maratonom, ami így a edzéseimből meg tudok teljesíteni. De Tokióban lesz egy olimpia. Azt el tudja engedni, hogy ne legyen az olimpiai csapat tagja? Nélkülem is lehet. Hát hogyne, persze. Bár... Lehet, de minek? Igen, szerintem meleg volt, szép volt, nagyon sokat futottam, nagyon sokat versenyeztem, nagyon sokat nyertem, és most én úgy érzem, hogy szeretnék hagyni másokat is nyerni. Én elég sokat nyertem. A maraton az fáj? A szükségszerűen fáj? A 42 kilométer? Szerintem sokkal nehezebb maraton készülni a maratonra, mint egyszer a maratont lefutni. 30-32 kilométer után, igen, egy kicsit fáj. De hát akkor miért megy neki újra az ember? Tehát egyszer fájt, ezt most megtapasztaltam, köszönöm szépen, elég, fájt. De megint ott van rajtnál a legközelebb igen, is. Lehet ezt felejteni. Meg van így a futás. El kell felejteni az előzőt? El kell felejteni az előzőt, hogy tudjál lefutni a következő. És futás közben is van ilyen, hogy soha többé, és meg is lefutsz, hazamész, elég fáradt vagy, egy-két napi nem is akarsz már futni, és utána újra tervezel a következő maratont. Csomó ember nyilván azt gondolja, hogy ahhoz, hogy az ember ilyen életet éljen, ahhoz nyilván olyan áldozatokat kell hozni, amik kizártá tesznek iskolákat, diplomákat, családot, gyerekeket, és mindenféle ilyesmit. Ehhez képest két gyönyörű kicsi lánya itt ül a stúdióban, van egy csomó diplomája, hát több diplomája legalábbis biztosan, tehát, hogy ez a futás, az ilyen színvonalú sportélet sem zárja ki azt, hogy az ember hétköznapi módon is megállja a helyét. Nehéz ez együtt? Nehéz, de ilyen típusú vagyok, hogy nem minden időm szépen be van oszva az idő. Szigorú önmagában? Egy kicsit igen.
És a gyerekekkel? És szerintem csak úgy lehet. Gyerekeimmel nem nagyon. Például ők futnak? Ők nem futnak, a nagyobbik lányom, 12 éves lányom, ő teniszezik, a kicsi meg táncol, rokizik. Hát azért valamit csak örököltek a Igen, mozgás igényéből. mindkettő úsznak, de indulnak futóversenyeken, és ott vannak mindig az első háromban. Mitől ilyen kemény? Kérdezem, hogy keménye magával, mondta, hogy kicsit igen. Ez mitől van? Szerintem csak úgy lehet nagy eredményeket elérni, ha szigorú vagy egy kicsit magaddal. És ez egy tanult dolog, vagy így jött otthonról? És is. Bár a szüleim mindig a csak a tanulásra tettek a hangsúlyt, meg is megtanultam, hogy így kell lenni, mert másképpen nem lehet ilyen eredményeket elérni. Hol tartják jobban számon? Ugye 23-szoros román bajnok, 28-szoros magyar. A nagyobb értéke szerintem a magyar bajnoki címeim, azért, mert csak felnőtt korba szereztem meg. Romániában volt így korosztály, serdülő, junior, kettő junior, egy, ez, és szerintem a magyar címeim ez erősebbek. A kudarcot ugyanolyan jól viseli, mint a sikert? Mind a kettőt cipelni kell. Igen, én szerintem a siker meg a kudarc, ezek ikertestvérek. Ha sikeres akarsz lenni, szerintem kéne hozzá egy-két kudarc is, hogy lássa, hogy nem ilyen rózsaszín a helyzet, és akkor egy kicsit fölébredsz, és akkor így tudsz előre lépni. Az hogy fogja csinálni, hogy indul még versenyen, de, nem, de tudatosan úgy indul majd még versenyen, hogy tudja, hogy nem készült annyit, tehát egyáltalán nem biztos, hogy az élen kell lenni. Igen, el kell tudni ezt hogy? fogadni. Nem tudom, mert rájöttem így, hogy szerintem még 80 évesen, ha futok, akkor is van bennem a versenyszellemem, és nem biztos, hogy tudok így versenyezni. Így a nagy sportolók nem nagyon tudnak így versenyezni. Nem Nem lehet tudom. elengedni a Igen, dolgot. ki kell próbálni, nem tudom. Nem tudom, csak... Az edzéseket el lehet engedni? Tehát ugye nyilván mindenki ott kezd el lazítani, hogy múlnak az évek, hogy na akkor most nem kell annyit futni, most elég lesz egy kicsikét kevesebb is. Igen, most sokkal kevesebbet futok, mint Az mennyi? szoktam. Ez 18-20 kilométer napi. Inkább a heti kilométerbe beszélünk mi, és ez ilyen 110 kilométerből próbálok most megoldani. Ahhoz, hogy nagy eredményeket Azért most sokan okoz, fogják ám otthon a fejüket ezt hallva, hogy ez embertelen. igen, de amikor finnkoromban jól futottam, akkor kell ez az a 150-160 kilométer heti. Edzőtáborban meg többet is. Ez hány cipő élete során? Évente kb. 10 cipő. Az a legdrágább ebben. A Igen. futónőt izgatja, hogy milyen dresszben fut, hogy mi van rajta? Van ebben divat? Van, csak én nem szoktam azzal foglalkozni. Vannak szép ruháim a szponzoraimtól, de igazán nem teszem így hangsúlyt, hogy milyen ruhában vagyok. Én nem használok ilyen csiribiri ruhát, nem használok pólót, nem használom fülhallgató, én csak edzek és versenyzek, és Nem kell hozzá semmi, csak semmi. legyen a végtelen út. Igen. Hétvégén lezárják Budapestet, tudja, ez olyan sok embernek idegesítő élmény, megint futnak. De hát ilyen hölgyek is futnak majd, mint vendégünk. Azt mivel tudja megmagyarázni az embereknek, hogy ebben mi az öröm? Mert ezt szokták kérdezni, hogy mitől jó nekik futni az aszfalton? Hát miért kell lezárni emiatt a város? Miért jó? Mindenki akar teljesíteni a maraton, és együtt futni mindig könnyebb, élvezetesebb, és ki akarják próbálni magukat, hogy mit tudnak hozni Tudja, azt szoktam magukkal. mondani, de miért a város közepén? Miért? Azért, mert szép. Nagyon szép. Más város közepén futni, mint kint a város szélén? Más élmény? Más élmény. Én szoktam indulni más fajta versenyeken is,
És teljesen más városba futni, más hegyekbe futni, más terepen futni. Nem tudom, a mi városunk nagyon szép, és szerintem csábító. Szeressék a futókat, hétvégén nagy futás lesz nekik, Szimonának pedig szurkoljanak. Most már azt gondolom, hogy az ATV nézőinek ismerőse lesz, úgyhogy majd figyelik, remélem sokan, hogy hogy végez a maratonon. Amire azt mondja, hogy az utolsó tét maraton? Ezt meg kell nyerni? Illene? Igazán nem tudom. Szeretnék ott lenni, de örülök, hogy ha fiatalok nyernek, vagy fiatalabbak, mint én nyernek, mert hát az ők karrierük fölfeleivel, az én karrierem meg lefele. Viszont szeretnék szép, élvezetes, minőséges versenyt produkálni, és nem tudok egyedül, hanem az ellenfeleimmel. És meglátunk, hogy mire lesz elég, szeretnék ott lenni első háromból, első ötben. Ez a törékeny asszony az egyik legnagyobb sportoló, akit mit láthattak, úgyhogy úgy nézzék, és úgy szurkoljanak neki a hétvégén. Szimona, köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött én is. Hozzánk. Köszönöm.